Kilencedik napirendi pontunk, részben még a Vigadó témaköréhez kapcsolódva, a Vigadó étteremmel kapcsolatos döntés. Az önkormányzatunk ugye mióta megállapodott a korábbi bérlővel a érvényben lévő határozott idejű bérleti szerződésnek a közös megegyezéssel történő felbontásáról. Ugye azóta folyamatosan pályáztatja a Vigadó éttermét, illetve azokat a helységeket, amik ugye korábban étteremként és kávézóként működtek. Ugye ez a pályázat eddig eredménytelen volt, nem volt érdemi jelentkező, illetve egy pályázó volt, de azt az önkormányzat a korábbi testületülésén elutasította. Ugye már a korábbi pályázat lehetővé tette, illetve kiírás, hogy ne csak éttermi vagy vendéglátás céljára bérelje ki valaki, hanem ugye más funkcióra is lehetett volna jelentkezni. Ez azonban vélhetően az ajánlattételi felhívásban szereplő magas összegek miatt hát nem volt érdekes egyetlen potenciális jelentkező számára sem. Ezért most a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság újra tárgyalta elsősorban a megajánlható bérleti díjakat, és azt javasolja, hogy a korábban meghirdetetthez képest a önkormányzat jóváhagyásával a Vigadó Kft. Alacsonyabb bérleti díjon hirdesse meg bérbeadásra a Vigadó éttermet. Ez ugye azt jelenteni, hogy a éttermi, vagy inkább azt mondanám, hogy a vendéglátás céljára történő hasznosítás esetén, mert ugye ebbe akár a kávézó is belefér, a bizottsági javaslatnak megfelelően 150 ezer forint lenne a bérleti díj, míg más célú hasznosítás esetén 350 ezer forint, ugye mind a kettő összeget ugye terheli még az áfa. Tehát 150 ezer forint per hó plusz áfa, illetve 350 ezer forint per hó plusz áfa lenne a meghirdetett, vagy a megajánlható legalacsonyabb bérleti díj a Vigadó étterem helységeire. Balogh Péter képviselő úré a szó. Köszönöm szépen, polgármester úr. Igaz, hogy ez még csak egy pályázati anyag, de a 4.2-ről szeretnék egy kiegészítést hozzátenni. Ugye a kávézó helyiségbe épített szekrényekkel, kiszolgáló pultokkal, polcokkal, asztalokkal, kanapékkal, székekkel rendelkezik, amit a bérlőnek kell raktározni. Itt tavasz szeretném kiegészíteni, hogy és az állag megolvással is. Tehát az, hogy olyan helyre rakja ezeket a székeket, ami mondjuk pár év múlva is használhatóvá válik, hogy ebbe szeretném, hogyha kiegészítenék ezt. Ugye ez arra az esetre vonatkozik, hogy jól értem. Ha egy olyan bérlő jön, aki nem ebben a formában és nem kávézóként akarja tovább üzemeltetni, ugye a felvetés jogos, bár ugye az állag megóvás az a mindenkori bérlőnek a feladata, tehát és az ott elhelyezett mondjuk a bútorzatnak az állag megóvása is a bérlő feladata, de valóban akkor erre ezzel ki lehet egészíteni a pályázati felhívást. Nincs más kérdés észrevétel, akkor kérem, hogy az önkormányzat szavazzon róla, tehát az előterjesztés szerint javasoljuk újra meghirdetni módosított, csökkentett havi megajánlható legkisebb bérleti díjon a Vigadó éttermet. Aki egyetért vele, azt kérem, az igen gombbal szavazzon. Képviselőtestület. Egy tartózkodással, 10 igen szavazattal a határozatot elfogadta. A 12. napirendi pontunk következik, a fizető parkolás üzemeltetésének a felülvizsgálata. Ugye már korábban foglalkozott az önkormányzatunk azzal, hogy egy felsőbb jogszabály szerint önkormányzati közterületen fizető parkolási szolgáltatást, azt ugye kizárólag állami vagy önkormányzati cég végezhet, 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonú cég végezhet. Ugye nálunk a Parkfair Kft. Látja el évek óta ezt a feladatot, de hát ugye róluk tudjuk, hogy nem állami és nem is önkormányzati cégek. Magyarán az önkormányzatunknak abban az esetben, hogyha fenn kívánja tartani
a fizető parkolásnak a jelenlegi rendjét a városközpontban, abban az esetben magának vagy valamelyik cégének kell arról gondoskodnia, hogy ezt a szolgáltatást átvegye a jelenlegi szolgáltatótól, a jelenlegi szerződött partnertől. Ugye felkértük a Köván Nonprofit ZRT-t, hogy készítsen egy üzleti tervet, egy kalkulációt arra, hogy ezt a feladatot hogyan fogja tudni, vagy hogyan tudná a jövőben, akár mint egy új, most már nem tudom, hanyadik üzletág ellátni. A Köván elkészítette ezt a kalkulációt, ezt a kalkulációt a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és ugye ezzel kapcsolatban két határozatot is hozott. Én megkérdezem az ügyvezető urat, illetve a Köván jelenlévő munkatársait, ágazatvezető asszonyt, hogy ha kívánják, akkor egészítsék ki szóban az előterjesztést. Judit, akkor Vadas Judit ágazatvezető asszonynak adnám meg a szót. Tiszteltel köszöntöm a képviselőtestületet. Annyi kiegészítő tenni való van az üzleti tervvel kapcsolatban, hogy az leadott üzleti terv 6 hónapra vonatkozó számadatokat tartalmaz. A bevétel teljes egészében a Parkfair 2017 évi adatai alapján időarányosan ott bruttó összegeket adtak meg, mi nettó összegeket szerepeltettünk az üzleti tervben. Ennek alapján, ami végig minden egyes számadat becsült, még annyi kiegészítés lenne, hogy jelenleg a Parkfair egy parkolót alkalmaz, aki egyben bizonyos szerelési munkákat elvégeztet. Tervben két főt szerepeltettünk, és végig ezeknek az adatoknak a járulékos költségei is szerepelnek a előterjesztésben. Mint megtudtuk a bizottsági ülésen, hogy a megbízás az hát 5 hónapra vonatkozna, tehát így egy hónappal több időszakot tartalmaz az előterjesztés. Köszönöm szépen ágazatvezető asszonynak a szóbeli kiegészítését. Ugye, amit szóban elmondott, az végül is nem ellentétes azzal, amit a Városfejlesztési Bizottság döntött, hiszen ugye a bizottság is azt javasolja a képviselő testületnek, hogy egyrészt az önkormányzat akár a Köván bevonásával folytasson további tárgyalásokat a Parkfair Kft-vel, a parkolóórák megvásárlásáról, a Kft. Által megajánlott eladási árnak az 50%-áért, magyarán, hogy ez legyen az ellenajánlatunk egyrészről. Kérem, hogy ebben hozzon a képviselőtestület is egy határozatot, aki egyetért vele, az igen gombbal szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselőtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta, és akkor most kérem, hogy az önkormányzat, ugye nem ellent mondva annak, amit a Judit az előbb elmondott, erősítse meg a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságnak azt a határozatát, amelyben ugye arról azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat kérje fel a Köván Nonprofit ZRT-t, hogy a fizető parkolók üzemeltetésére vonatkozó üzleti tervét az dolgozza át, és vizsgálja meg a bevételek emelésének a lehetőségét, illetve a kiadások csökkentésének a lehetőségét. Tehát azt gondolom, ez továbbra is fönnáll, mint igény, vagy adott esetben elvárása a Kft-vel szemben, hogy ezt egy aktualizált vagy frissített üzleti tervben ezt megtegye. Azt semmiképpen nem írnám bele a határozatba, hogy a jelenlegi parkolóőr tovább foglalkoztatásának a kötelezettségével is megbízzuk a Köván Nonprofit ZRT-t. Még akkor is, hogyha ezek szerint olyan univerzális, hogy egy személyben több feladatot is lát el. Aki a határozattal egyetért, azt kérem az igen gombbal szavazzon. Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
akkor most következik a 16-os napirendi pont, BM belterületi utak pályázat. Ugye minden évben lehetőség van arra, hogy egy 30 millió forintos keret összegig az önkormányzat pályázatot nyújtson be a belügyminisztériumnak, amelyben vagy valamely intézménynek a korszerűsítésére, vagy alapvetően utak, gyalogutak, kerékpárút építésére van lehetősége a települési önkormányzatoknak. Ugye a korábbi években több alkalommal óvodát korszerűsítettünk ebből a pályázatból, most az volt a képviselőtestületnek az előző testületülésen meghozott határozata, hogy az valamelyik út vagy utaknak a felújítását tervezzük bele ebbe a pályázatba. És ugye a Városfejlesztő Kft. Ugye készített egy előterjesztést, amiben ugye több út felújításának a lehetőségét megvizsgálta, illetve készített egy kalkulációt, egy előzetes becslést, hogy ezen utak felújítása mennyibe kerülne, abból a 30 millió forint fedezetet, vagy potenciálisan elnyerhető pályázati támogatást levonva, mekkora önrész terhelni az önkormányzatot. Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és a bizottság azt javasolja, hogy az önkormányzat a Monor, Deák Ferenc utca, Lilium és Csokonai utcák közötti szakaszának a felújítására adja be a belügyminisztériumba ezt a pályázatot, valamint a Csokonai utca, Deák Ferenc utca és Acsádi utcák közötti szakaszának a felújítását tartalmazza a pályázati anyag, a pályázati önrész forrása pedig Monor város önkormányzatának költségvetésében a pályázati önrész tartaléka legyen. Azt is javasolja a bizottság, nyilván az előterjesztésnek megfelelően, hogy az önkormányzat a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg a pályázati dokumentációnak az összeállításával. Tehát a javaslat az az, hogy a Deák Ferenc utca, Lilium utca feletti szakasza, tehát a Lilium és a temető, tehát a Csokonai utca közötti szakasza kerüljön felújításra, abban az esetben, ha természetesen ha nyer a pályázat a belügyminisztériumnál, illetve a Csokonai utcának az Acsádi és a Deák Ferenc utca közötti szakasza, és hogyha ugye, ha sikerülne ezen a pályázaton nyernünk, és ezt a beruházást megvalósítani, akkor az ugye azt jelenteni, hogy akkor az Acsádi utca az a szakasza felújításra kerül, a Deák Ferenc utcának ez a felső szakasza felújításra kerül, és a között ezt összekötő Csokonai utcai szakasz is teljes egészében felújításra kerül. Ugye a műszaki tartalom itt is ugye egy marást, aszfalt, új koporéteget jelent, illetve süllyesztett szegélyt jelent, tehát egy viszonylag magas műszaki tartalommal kerülne ez a beruházás is, ez az útépítés is megvalósításra, és ez ugye az útszakasz azon túl, hogy ugye viszonylag rossz állapotban van, és ugye azért is fontos, mert ugye a református temetőnek a megközelítését biztosítja. Aki a határozattal egyetért, azt kérem az igen gombbal szavazzon. Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazatok és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Monor város önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelésnek a megtárgyalása, illetve az ebben való döntés és határozat hozatal. A előterjesztést a képviselőtársaim megkapták. A napirendi pontot az Emberi Erőforrások Bizottsága is megtárgyalta. Kérdezem az elnök urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése. Megadom a szót az elnök úrnak. Polgármester úr, régebben vetődött fel már a település szintjén, hogy ez nem a mi nem tanköteles korú gyermekek, esetlegesen 8 osztályhoz való végzettséghez juttatása, az ugye nem a mi feladatunk, ugye ez a tankerület feladata.
De úgy gondolom, hogy most így tekintettel arra, hogy itt látszik, hogy a 18 év feletti korosztályban is vannak hátrányos helyzetűek. Felmerült egy konkrét példa, és ennek kapcsán szeretném felhívni a figyelmet, és nem tudom, kinek kéne továbbítani, de gondolom majd megtaláljuk a megfelelő címzettet. Mi van azzal a gyermekkel, vagy fiatal felnőttel, inkább úgy mondom, illetve hát még ugye 16 éves kor után az még fiatalkorú, aki nem fejezte be a 8 osztályt az megfelelő időszakban, amikor annak rendje és ideje lett volna. Kimaradt, nem tanköteles, tehát a köznevelés ilyen módon nem vonatkozik rá, és mégis valamilyen megjön az esze, amiben bízunk, és szeretné befejezteni a 8 osztályt. Na most a jelen körülmények között sajnálatos módon egyetlen egy módja van ennek, hogy őt ingyen megcsinálja, a büntetés végrehajtási rendszerbe kell valamilyen módon belekeverednie. Ott a 8 osztályt is megteheti, leérettségizhet, még felsőoktatási tanulmányokat is folytathat. Én nem sírom vissza az előző rendszert, furcsa is lenne, de volt régen a Dolgozók Esti Iskolája című történet, ahol bizony pontosan azok, akik valahol valamikor lemaradtak. És ugye most ennek pont az is adhat apropót, hogy ugye nincs közmunkásunk, mert azért az életre való legények elmentek az építőiparba, és ugye milyen jó lenne, hogyha aki későn is ébred, meg tudná szerezni a 8 osztály végzettséget, illetve szükség szerint akár egy OK és képzés keretén belül egy szakmát is tudna szerezni, és már is egy picivel értékesebbnek tűnne. Tehát én úgy gondolom, hogy így a napirend kapcsán nem eltérve a napirend vonatkozásába, de ugye ez önkormányzatunknál is probléma, gondolom ez egy általános érvényű is, ahogy mi már szoktuk, azért mi más szinten is tudunk, ha kell gondolkodni, ez például ugye a Strázsahegy tekintetében is, hogy érdemes lenne ezt esetleg felső szinteken felvetni. Köszönöm szépen. Köszönöm az elnök úrnak a kiegészítését, kérdezem, hogy van-e más észrevétel, javaslat az előterjesztéssel, tehát a beszámolóval kapcsolatban, vagy a Emberi Erőforrások Bizottságának a egyébként azt elfogadó, támogató határozatával kapcsolatban. Ha nincsen, akkor én egyrészt föltenném szavazásra a bizottságnak a határozatát, de ezt kiegészíteném azzal a felvetéssel, amit az elnök úr elmondott. Én a még mielőtt bármely hivatalos szervet, felsőbb hatóságot vagy ágazatirányító szervet megkeresnénk. Én azt javaslom, hogy tájékozódjunk. Ugye itt akkor Burján Sándor kollégánknak adnánk ki azt a feladatot, hogy körbejárja ezt a kérdést, hogy ez valóban így van-e, ahogy az elnök úr is informálódott, hogy csak a büntetés végrehajtás keretei között van lehetőség a korábban elmulasztott 8 osztályos végzettségnek a megszerzésére, és hogyha ez tényleg így van, akkor forduljunk felsőbb szervekhez. Jó, tehát akkor ezzel egészíteném ki a határozati javaslatot, egyébként pedig a bizottság javaslatának megfelelően én a képviselőtestületnek is azt javaslom, hogy az önkormányzat fogadja el a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést, azzal, hogy ebben az esetben is itt is köszönje meg az önkormányzat az érintett dolgozók tavaly évben végzett munkáját. Aki a határozattal egyetért, azt kérem az igen gombbal szavazzon. Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a határozatot.